A legutóbbi képviselőtestületi ülésen meghozott döntés értelmében idén is csatlakozni kíván Kiskörösváros önkormányzata a hátrányos szociális helyzetű tanulók támogatására létrehozott Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez. A pályázat során kétféle támogatás közül választhatnak a diákok. Az A-típusú pályázatra azok a Kiskörösön állandó lakcímmel rendelkező felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik teljes idejű nappali munkarendszerinti képzésben vesznek részt, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják a tanulmányaikat. Azonban nem csak azoknak a diákoknak nyújt segítséget ez az ösztöndíjrendszer, akik idén szeptembertől kezdték tanulmányaikat valamelyik felsőoktatási intézményben. A B-típusú pályázatra pedig azok a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik az idei évben, vagyis a 2023-24-es tanévben fognak érettségizni, illetve azok a fiatalok, akik már leélettségiztek, de még felsőoktatási intézménybe felvételt nem nyertek, de a következő tanévtől, tehát jövő szeptembertől, a 2024-25-ös tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben szeretnének nappali rendszerű munkarendben alapképzést, mesterképzést, vagy osztatlan képzésben, illetve felsőfokú szakképzésben szeretnének részt venni. A pályázatra jelentkezni október 3-ától november 3-áig az EPER Burza online felületén keresztül lehet. A Társadalompolitikai Bizottság és a Kulturális, Turisztikai és Sportbizottságnak december 6-áig kell meghozni döntését, hogy kik részesülnek ebbe a pályázatba. Ha valaki nem nyomtatja ki és nem hozza be a pályázati anyagot, az sajnos nem kerül elbírálásra, illetve akkor is elutasításra kerül a pályázat, hogyha a kötelező mellékleteket nem csatolja valaki. Ezek a kötelező mellékletek pedig a jövedelem és vagyonnyilatkozat. Mivel ez hátrányosan helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára kerül kiírásra ez az ösztöndíj, ezért vizsgálnunk kell a szociális hátteret, és ezt pedig úgy vizsgáljuk, hogyha a jövedelem és vagyonnyilatkozatokat kitöltik a pályázók. A pályázat benyújtásához szükséges igazolás a felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony igazolás vagy annak másolata a 2022-2023-as tanév első fél évéről, valamint a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. A pályázatra való jelentkezés feltételeiről részletes leírás lesz hamarosan látható Kiskörösváros honlapján, valamint a Körös Info Facebook oldalán is.